Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 29-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő most megjelenik ezen a fehér paripán, és vár arra, hogy elismerést kapjon. De senki nincs ott a közelben. Azok a botok bal oldalon, meg jobb oldalon mutatják az ő környezetét, de ezek kihívások. Sőt, lehet az is, hogy támadások vannak itt, de ő büszkén megy tovább, vagy nem érdeklik ezek az események, és bízik önmagában, vagy vannak elvárásai, és ő szeretne megbecsülést, elismerést kapni, te segíthetsz neki, dicsérd őt. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt ezen a képen a 9-es szám korlátozásokra utal. Ez olyan, mint előtte ez a kerítés, nem mennek előre az események, mert nem tud lépni. De itt is van megoldás. Látható a képen, ő kezébe veszi a dolgokat, vagy kezébe kellene venni a dolgokat, kilépni ebből a kerítésből, és ezek a korlátozások kívülről jönnek. És itt neki nemet kellene mondani, vagy mint győztesként kilépni ebből az eseményből, ahogy az első kártya mutatja is, amit ő tervez, és nem kellene azzal foglalkozni, ahogy mások hatnak rá, mert itt vannak a nehézségek és a korlátozások. Hanem arra kellene odafigyelni, amit ő akar elérni. És most megtekintjük a harmadik kártyát, és itt felteszem a kérdést, mit közöl veled? Ezen a képen láthatóak az érmék. Azok utalnak anyagi dolgokra, vagy a munkahelyére. De ezek az értékek lehetnek belső értékek is. És amit ő közöl veled, vagy amit mondani szeretne, te értékes vagy számára. De ott van a 9-es szám, ami szintén korlátozásokra utal. Nem meri ezt kimondani. Az is előfordulhat, hogy valaki rabolja a te értékedet, mert beszámol rólad, és ez hátrányos számodra, és ő nem tudja, hogy hogy közölje ezt veled, hogy mások rossz indulatúak. És ezek is lehetnek itt korlátozások. Ami fontos, bíz a saját értékedben. Légy büszke, és várj, amíg ő közli azt veled, hogy mi az igazság, és mennyire értékes vagy számára. És most megtekintjük a napi kártyát. A napi kártya is arra utal, hogy legyen meg ez a büszke tartásod. Nem kell elrohanni, ne légy sértődött, hanem vedd azt figyelembe, hogy őt mások zavarják, vagy támadják őt, tehát ő rossz helyzetben van, te tudsz segíteni, de nem kell megalázkodni, hanem várj arra, amíg ő bocsánatot kér, amíg érzelmekről beszél, és akkor fogadd el ezt a közeledést. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom.
egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amit még közölni szeretnék, hamarosan megjelenik az ingyenes hírlapom, megrendelhetitek, minden hónapban van egy új téma, leírom azt is, hogy asztrológiailag mi várható a következő hónapban, és akik megrendelik a hírlapot, azok minden hónapban kapnak egy kedvezményt. Egy jóslást asztrológiával fele áron. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!